Sok szeretettel köszöntelek a mai napon is, Isten áldását kívánom az életedre. Ezen a héten a Krónikák első könyvéből Jábes imájával foglalkozunk, és a tegnapi napon arról beszéltünk, hogy Jábesnél azt látjuk, hogy eltér a, a Szent Író attól, hogy csak neveket soroljon föl, és Jábes nevénél egy kommentet fűz hozzá, Pontosan azért, mert az ő életében történt valami, ami Isten cselekedetéről beszél, és úgy gondolta a Szent hogy ez, ez több annál, mint hogy csak a nevét említsék meg. Ez mintául szolgál a következő korokra. Így hangzik az igen, Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte az ő anyja Jábesnek, mondván, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Já Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, mondván, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadta Isten neki, amit kért. A mai napon azt szeretném kiemelni ebből a két igeversből, hogy Jábes az ő testvéreinél tiszteltre méltóbb volt. Egy másik fordítás szerint tekintélyesebb volt. A nagy kérdés, hogy ezt a tiszteletre méltóbb voltot, lényeget, ezt a tekintélyesebb életet, miből nyerte Jábes? Azt látjuk, hogy a neve azt jelenti szomorúság, fájdalom, hiszen az anyja, az édesanyja nevezte el így, mert fájdalommal szülte Jábes. Tudjuk, hogy a szülés fájdalommal jár, az önmagában nem jelentene egy, egy nagyon különleges információt, hogy ő is úgy jött a világra, hogy, hogy, a szülési fájdalmat az anyukának el kellett viselni, vagy a vajódásnak a fájdalmát. Ez arról beszél, hogy, hogy valószínűleg egy sokkal nehezebb, egy sokkal komplikáltabb születése volt Jábeznek, mint a megszokott. Talán nagyon megszenvedte az ő édesanyja a világra jövetelt. És amikor ránézett arra a gyermekre, aki egy nagyon hosszú vajúdás és szenvedés után született meg, akkor a nevében is ezt visszaköszönt, és azt a nevet adta neki, hogy Jábec. Szomorúság, fájdalom. Gondoljatok bele, hogy ezzel a névvel felnőni, így élni, hányszor hallja az ember a nevét egy életen keresztül, szólítják a szülei, apukája, anyukája, a testvérei, a környezete, mindenhol ezt hallja vissza, hogy szomorúság, Fájdalom. Ez nagyon-nagyon be tud égni, nagyon-nagyon meg tudja határozni az embernek a gondolkodását önmagáról, és hát a környezetnek is a gondolkodását őróla. Ő egy ilyen nehéz életkörülményben született, és ezt hordozta magán Jábec. Mégis azt mondja róla az ige, hogy tiszteletre méltóbb volt a testvéreinél. Úgy gondolom, hogy ez egy következmény volt az életében, méghozzá annak a következménye, hogy ezzel a nehéz élet helyzettel, ezzel a nehéz élet kezdettel, azzal, hogy egy szomorúság és fájdalom bélyegét hordozta magán, mit kezdett ez az ember. És azt látjuk az igeversekből, hogy segítségül hívta Izrael Istenét. Áldást kért az életére. És amikor ez az Isteni áldás elkezdett működni, elkezdett megérkezni az ő életében, Isten keze megmozdult az ő érdekében, az ő irányában, akkor ledolgozta a fájdalom és a szomorúságnak a bélyegét, azt a keretet, amit ez vont köré, kitört ebből, és az élete egy tiszteletre méltóbb, egy tekintélyesebb szintre jutott. Nagyon fontos, hogy mit kezdünk életünknek a nehézségeivel. Mit kezdünk életünknek a ránk ragasztott bélyegeivel legyenek azok akár a szüleink, legyen akár a környezet, legyen az akár egy osztályközösség, ami valamit ránk tesz, vagy az életben egy, egy elszenvedett nehézség, egy csapás, mit kezdünk ezzel? Jábestől azt tanulhatjuk meg, hogy segítségül kell hívni az Urat, és ő átfordítja pozitív mérlegbe életünknek a negatív eseményeit. Így lett ő tekintélyesebb, és tiszteltre méltóbb a testvéreinél. Járjuk mi is ezt az utat, adjuk át Istennek a fájdalmunkat, hogy ő pozitívba fordíthassa életünknek a menetét.